Köszöntöm Önöket, tombol az influenza járvány, ki is lehetne mai vendégünk, más, mint dr. Borsos Anikó, járási tiszti főorvos, szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm Karcag TV nézőit, és akkor kezdjünk bele a beszélgetésbe. Tényleg tombol-e az influenza járvány? Hát az, hogy tombol, azt én nem mondanám. Valóban kisebb járványok előfordulnak, így például Karcagvárosban a Szim óvodába, a járás területéről pedig említést érdemel a Berekfürdői óvodába történt kisebb influenza járvány. A betegségek azok minden korosztályban előfordulnak. Egy pillanat, meddig terjed az illetékességi terület, csak hogy legyünk tisztában? Igen, hát intézetünknek a megnevezése Karcagi Járási Népegészségügyi Intézet vagyunk. Ezt tehát még szoknunk kell. A Karcagi Járási Hivatalnak vagyunk a Népegészségügyi Intézete, de a Karcagi járáson kívül a Kunhegyesire és a Tiszafüredi járásra is kiterjed az illetékességünk. Mit lehet tudnunk, hogy mikor indult ez az influenza járvány, honnan, mikor ért el az országhatárt? Hát a influenza járvány azt lehet mondani, hogy a déli és északi féltekén váltani szokta egymást, és az influenza járványra jellemző szokott lenni itt Magyarországon, hogy nyugatról szokott megérkezni, és az a szerencsénk, hogy körülbelül egy fél évvel azelőtt, hogy az oltóanyaggyártás már az idei oltóanyagra elkészülne, már általában Amerikában megvannak azok a influenza törzsek, ami nagy valószínűséggel egyéb tulajdonságok miatt is várhatók, hogy veszélyeztetni fogják a mi országunkat is. Ma stúdió beszélgetésünk beszélgettünk arról, hogy mindig nehéz kitalálni, hogy éppen a következő évben az influenza mely típusa lesz érvényben. Ezt honnan tudják, hogy melyik típus lesz? Hát van egy ilyen nemzetközi, úgy mondják előkelően, hogy surveillance, influenza surveillance, aminek az a lényege, hogy a különféle kutatóintézetek, laboratóriumok, egészségügyi szervezeteknek a intézményei világszerte figyelik, hogy a megbetegedések közül a északi és a déli féltekén milyen új vírusok jelennének meg. Ugyanis az influenza vírusra az jellemző, azért kell mindig oltani, minden évben azért van oltás, védőoltás, hogy rendkívül változik, mondhatnánk úgy, mint a divat, hogy mindig vannak bizonyos elemek, amelyek még az előző szezonból megmaradtak, de azért folyamatosan változik. És hát ennek megfelelően kell meghatározni, és komoly tudományos módszerek vannak arra, és elég jól elszokták az utóbbi években találni, hogy körülbelül milyen lesz az antigén összetétele a vírusnak, melyik fog elszaporodni. És így időben el tudják készíteni az oltóanyagot. Mi történne akkor, hogyha mégsem találnák el? Hát akkor nem hatna, de nekünk az a tapasztalatunk, hogy maga a influenza vírus elleni vakcina, különösen a Magyarországon gyártott influenza vakcinák, azok nagyon jó minőségűek, és hát van nekünk egy több évtizedes tapasztalatunk abban, hogy még a múlt század erejéről, hogy hogyan kell oltóanyagot gyártani, és hát úgy néz ki, hogy ebben a szezonban is azért nem volt olyan nagyon nagy itt a mi járásunkban, városunkban sem az influenzás megbetegedések száma, mert jól sikerült eltalálni, és sokan igénybe vették a védőoltás lehetőségét, ami szerintem hozzájárult a viszonylag kedvező járványügyi helyzethez. Mi történne akkor, hogyha mondjuk én megvásárolok most egy ilyen influenza elleni védőoltást, de nem oltatom be magam. És jövőre, tehát hogy előfordulhat-e ilyen, tanácsolja, nem tanácsolja, hogy jövőre azt felhasználjuk, vagy nem is jó addig a szavatossága? Nem az, hogy a szavatossága nem jó, hanem azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem jellemző, hogy egy évnél
hosszabb ideig célszerű lenne használni, nem azért, mert elromlik, hanem mert egy év alatt kialakul egy újabb törzs. Tehát az influenzának vannak, az influenza vírusnak, amelyik nagyon kicsi, vannak ilyen külső antigénjei, amelyek évről évre változnak. És nagyon sok variáció van itt az antigének, van, amikor újak megjelennek, van, amikor a régiekből még valami megmarad, de a nézők számára én annyit tudnék mondani, hogy mindig szezon előtt célszerű, mint hogy most is benne vagyunk a közepébe az influenzának, azt lehet mondani, bár reméljük a mai influenza jelentések alapján, hogy talán a leszálló ágba is átlépünk, hogy most már oltani nem szabad. Tehát ami eddig nem volt felhasználva oltóanyag, azokat mindig, mint veszélyes hulladékot meg szokták az országba semmisíteni, mi a gyűjtésben szoktunk részt venni, és készítik a következő évi adagot, most már figyelik, különösen a déli féltekén, hogy milyen új variánsok jelennek meg. Országos viszonylatban megyénk, városunk, a járás milyen influenza helyzetben van? Igen. Milyen számadatokkal tud nekünk szolgálni? Igen. Hát a legfrissebb számadatok azok mindenképpen a mai napon fognak megérkezni. Eddig azt tudom mondani, hogy a számadataink azok megegyeznek a megyei számadatokkal, tehát a járvány még tart, mivel a 250-100 000 fölötti a megbetegedések száma, és ez is elsősorban a 15 és 39 év közötti korosztályra vonatkozik, körükbe nálunk is több mint 30% a megbetegedések gyakorisága, és utánuk a korosztályok létszámát nézve a szintén még munka szempontjából aktívnak tekinthető korcsoport 60 éves korig, amelyik a leginkább beteg. Hát a gyerekekről említést tettem, hogy körükbe óvodáskorban is megjelenik, ők elsősorban kisebb járványokban voltak érintette, illetve meg kell említeni, hogy a legkevesebb a 60 év fölötti korosztályban volt, mivel az ő átoltottságuk volt a legnagyobb. Tehát ez megfelel teljes egészében a megyei helyzetnek, és hát én nagyon bízok benne, hogy ma már a múlt hetinél kevesebb influenzás megbetegedést fognak jelenteni. Hát van a jelentésben egy kis gond is, mert laboratóriumilag nem volt lehetőség arra, mivel ezek elég költséges vizsgálatok, meg a mintavétel sem egyszerű, amit a speciális víruslaboratóriumok végezték, hogy az eset szám nem indokolta, hogy itt külön mintavételek legyenek, így, hogy pontosan melyik influenza okozta a megbetegedést, arról nem tudok beszámolni. Ez az A vagy B, ugye? Vagy nem igen, tudom, az, így igen, így lehet pontosan, olvasni. Igen, az A meg a B, a vakcinában mind a kettőből volt, mind a kettő vírusból volt példány, ami segítette a megfelelő védelem kialakítását, és el lehet mondani, hogy a influenzán kívül egyéb felső légúti megbetegedések is terjedtek, sőt egy másik vírusfertőzés, ami nem légutakat, hanem kifejezetten ugye a bőrt támadja meg, a gyerekeknél a bárányhimlő is megjelent, mint vírusfertőzés, és ez is egyre, azt lehet mondani, hogy szinte az érintett gyerekek között ilyen járványos megbetegedést gént jelentkezik. Majd erről beszélünk mindjárt egy picit még részletesebben. Az influenzára visszatérve, ugye híradásokból lehet hallani, hogy már több mint 30 kórházban, ápolási intézményben van látogatási tilalom, lezárták az influenza járvány miatt. Karcagon várható-e hasonló intézkedés, vagy ugye már említette, hogy talán leszálló ágban van az influenza is, igen, nem lesz indokolt egy ilyen döntés? Ez mindig a kórház vezetése dönti el, hogy a látogatóknak a száma mennyire zavarja a betegeknek a életét, és különösen azokon a helyeken, ahol már látszik, hogy
nagyon sok beteget látogatnak, nagyon sokan ott már mindjárt az elején el szokták rendelni. Én gondolom, hogy valószínűleg a mi látogatóink fegyelmezettebbek, betegen nem látogatnak beteget. És reméljük. Eddig még nem tartották indokoltnak, ez teljesen független a szolgálatunkhoz, mert aki helyben van, az látja, hogy most el kell rendelni, vagy nem. Mi ezt tudomásul szoktuk venni. Honnan tudom, hogy influenzás vagyok? Igen. Mik a tünetek? Hát a tünetek azok viszonylag jellemzőek, és jól elkülöníthetőek a többi vírusfertőzéstől. Először is levertség, bágyadság, és a izomfájdalom, főleg a lábszár izomfájdalma szokott nagyon jellemző lenni. Végtagok általában érintettek ilyen fájdalom szempontjából, és a magas ráz. Egy kis kaparó érzés a torokban, de nem jellemző az, hogy kifejezetten náthás legyen valaki. Uh-huh. Amikor ezek az úgynevezett katarális tünetek kezdenek megjelenni, vagyis ilyen orrfolyás, meg füldugolás, torok érintettsége, ez inkább más vírusfertőzés, légúti vírusfertőzések következménye. Például az RS vírusfertőzéseknél is ilyen előfordul. Hogyan tudunk, ha már elkapjuk, hogyan tudunk a leggyorsabban meggyógyulni? Mi a teendő? Hát a legfontosabb az ágynyugalom. Ágynyugalom, ágymeleg, ahogy mondták régen az emberek, ki kell feküdni ezt a betegséget, és tüneti kezelése van. A lázcsillapítás, hogyha nagyon magas, egy hőemelkedést nem kell csillapítani, mert az is a vírus elleni küzdelem része, természetes reakciója a szervezetünknek, de a magas láz mindenképpen káros lehet. Sok folyadékot kell fogyasztani minden életkorban, de különösebben az idősebb betegeknél ez nagyon fontos, mert nagyon hamar előfordulhat, hogy kiszáradnak a gyerekek és a idősebb emberek. Tehát nekük, de minden betegnek fontos a folyadékbevitel, hiszen a lázas ember sok folyadékot veszít. És hát ezen kívül vitaminokat mindig célszerű szedni, és semmiképpen se javaslom, hogy nagyon diétázzon valaki influenzás időszakban, mert a megfelelő táplálkozás is, tehát ilyenkor fel lehet függeszteni, még ha valakinek esetleg diétája is van, ha megbetegszik. Antibiotikumokat esetleg ilyenkor kell szedni, vagy az az ellensége? Az antibiotikumot akkor, hogyha az orvos úgy találja, hogy valami szövődménye van, uh-huh. mert maga az antibiotikum nem a vírusra hat, uh-huh. hanem a vírus fertőzés miatt legyengült szervezetnél előfordulhatnak úgynevezett ilyen kísérő felülfertőződések, amikor azok a kórokozók, amelyek bakteriálisak, baktériumok lehetnek, például ilyen elő szokott fordulni, a pneumokokkuszok szoktak kiváltani ilyen esetben, hogyha nem védett ellene a szervezet, például a tüdőgyulladás, na akkor kell antibiotikumot adni a betegnek, és ezt általában a kezelőorvos nagyon jól meg tudja állapítani, hogy mikor indokolt. Ha valaki beteg lesz, mégis elkapja ezt a influenza járványt, akkor mire számítson? Hány napig kell magát elzárni a külvilágtól? Tehát mennyi idő alatt meggyógyulni annyira, hogy közösségbe lehessen menni? Hát legalább egy ilyen 3 nap szigorú fekvés az mindenképpen célszerű. Ha közel van a hétvége, akkor gondolom, hogy célszerű azzal összehozni, mert akkor nem kell viszonylag sokat távol maradni se iskolából, se pedig munkahelytől, de mindenképpen átlagosan egy 3 napra lehet számítani. Még egy erős szervezetnek is. Mit kell tudnunk a megelőzésről? Hát a megelőzésnél, mint említettük, hogy még a járvány előtt nagyon fontos és igazi megelőzést jelent, ilyen specifikus megelőzést a védőoltás. A másik pedig, amikor már erre nincsen lehetőség, meg nincs értelme, akkor nagyon fontos, hogy egyrészt a helységeknek a szellőztetése, megfelelő vitamindús táplálkozás, zsúfoltság kerülése, és hogy a beteg emberekkel meg a kórokozókkal lehetőség szerint ne találkozzunk. Én ilyenkor azt is tudnám javasolni, hogyha valakinek nem muszáj
egy zárt térbe tartózkodnia, bemenni, mit tudom én, egy intézménybe, vagy egy tömegközlekedési járműbe, tehát igyekezzen úgy beosztani a tennivalóit, hogy lehetőség szerint a tömeget kerülje. És iskolákban is, óvodákban is, közintézményekben is nagyon fontos a szellőztetés, ami jó időben nem is esik nehezünkre, mert azzal is tudjuk a keringő levegőbe lebegő vírusok számát csökkenteni. Mennyire biztonságosak a védőoltások? Itt például Karcagon is azért lehetett ezekkel kapcsolatban ilyen úgymond a rémtörténeteket hallani. Igazak-e ezek egyáltalán? Hát ezek a rémtörténetek egyrészt a saját véleményem, másrészt pedig a szolgálatunk véleménye szerint megalapozatlanok, és sajnos világszerte van egy bizonyos mozgalom a védőoltások ellen, amit én nagyon károsnak tartok, mert el lehet mondani, hogy a tudomány legjobb eredményei alapján és mindenféle mellékhatás megerőzése érdekében ezeket úgy alakítják ki, hogy ne legyenek károsak. Tehát amiket itt elmondogattak, hogy feltételezik, hogy bizonyos megbetegedéseket provokálhat, kiválthat, ezt tudományosan nem sikerült igazolni. Mégis mi, tehát mi miatt volt az, hogy ilyen ellenvélemények napvilágot láttak? Hát én úgy gondolom, hogy ez is egy vélemény. Ez is egy vélemény. Előfordul olyasmi, és főleg nyugaton kezdődtek ezek a mozgalmak, hogy egyes szülők nem tudták elfogadni, orvosszülők például, hogy a gyerekük autizmusban betegszik meg, hát valamire inkább ráfogták. Tehát ilyen bűnbak keresésnek indult, és bizonyos régi oltóanyagok valóban előfordulhatott, hogy okozhattak erősebb mellékhatásokat, például annak idején jellemző volt, hogy a szamárköhögésnek a régebbi szamárköhögés ellen való régebbi védőoltás hőemelkedést kiválthatott, vagy tudjuk azt, hogy a tetanusz elleni védőoltásnál akár régebben előfordult, hogy be is lázasodtak az emberek. Tehát ezért gondolom, hogy itt az oltóanyag gyártás kezdetén voltak olyan jelenségek, amelyek azonban nem indokolták azt, hogy felhagyjunk ezekkel az oltóanyagokkal. Több mint 100 éve gyártjuk az oltóanyagokat, és el lehet mondani, hogy mármint nagyüzemi szinten, hogy nem látom a szakirodalomban annak a nyomát, hogy ez komoly károkat okozott volna. Viszont ha az oltóanyagokat nem adjuk be, és itt van megint egy nagyon érdekes jelenség, hogy az természetesnek veszik az emberek, hogyha egy veszettség ellen nem a kutyát akarják megfigyelni, ami mindenképpen indokolt lenne, akkor nem félnek annyira a védőoltáskor, akkor egyből a védőoltásba reménykednek. Pedig el lehet mondani, hogy a influenza elleni védőoltás sem veszélyesebb, mint a veszettség elleni. És nagyobb a valószínűsége, hogy megkapja az ember, ha nem kapja meg ezt a védőoltást, a influenzát, mint egy esetleg a veszettséget, mert hogyha a kutyát meg tudnák figyelni, akkor el lehetne kerülni a védőoltást, mert valószínűleg nem veszett az állat. Említette, hogy a bárányhimlő is, mint járvány, most jelen van, terjed. Ezt hogy lehet megelőzni? Meg lehet előzni? Meg kell előzni? Jó-e az, ha gyermekkorban túlesik rajta valaki, igen, vagy esetleg igen, felnőtt korra hagyjuk? Erről igen, mi az álláspontja, igen, a véleménye? Hát ez jelen pillanatban egy olyan megbetegedés, aminek a megelőzésére nagyon sok lehetőség nincsen, itt csak az elkülönítés ez, és a kezelés. Akkor jön. Ha jön, akkor jön, és mindig van egy-egy fogékony korosztály, amelyik erre érzékeny. Tehát tudni kell, hogy ez a herpes vírusok közé tartozik, ez a kórokozó, és még a legjóindulatúbb herpes vírusok közé tartozik, mert hogyha egyszer átvészeli az ember, akkor egész életre szóló védettséget szerez ezáltal.
április 1-je óta egy új dohánytörvény van érvényben hazánkban. Igen. Azóta végeztek-e már ellenőrzéseket? Lehetett erről hallani? Igen. Nem tudom, hogy... Természetesen munkatársaim ezt figyelemmel kísérik, és nem csak hogy figyelemmel kísérik ezt a kötelezettségünket, hanem nekünk napi jelentéseket kell az ellenőrzésről tenni. Hát szerencsére Karcag városban, járás területén inkább azt lehet mondani, jogkövetők az emberek. Tehát az ellenőrzésünk során eddig még nem kellett nekünk bírságolni, bár megvan erre a lehetőségük. Nem kellett bírságolni? Tehát ennyire törvénytisztelőek az emberek? Hát mi hol ellenőrizünk? Mi a különféle munkahelyeken ellenőrzünk, amerre járunk, intézményekben, tehát ezekben az intézményekben azért komolyan szokták venni a jogszabályokat. Van egy másik jelenség, amit tapasztalunk, ugye a közterületen azért nem büntethetünk meg valakit, hogy ott dohányzik, sőt, hogyha nem tilos az adott közterületen a dohányzás, akkor nagyon helyes, hogy dohányzik. Tehát azt látja egyszer a magánember, hogy az utca tele van füstölgő felnőttekkel, sőt, sajnos néha fiatalokkal is, viszont magukban az intézményekben nem lehet a dohányzást tapasztalni. Végeznek-e majd még ellenőrzéseket? Ezek ilyen előre bejelentettek, vagy csak megjelennek? Mire számíthatnak a karcagiak? Hát arra számíthatnak a karcagiak, hogy az akció ellenőrzések során több dohányzással kapcsolatos ellenőrzésünk lesz, viszont utána is folyamatosan nézni szoktuk a nem dohányzók védelmét törvény előírásainak betartását. Mert tudjuk, hogy maga a dohányzás már nem csak a férfiak között, hanem a nők között is a daganatos megbetegedéseknél vezető halálokká lépett át. Tehát az összes daganatos megbetegedésnek a legtöbbjét a tüdőrák okozza a férfiaknál, és a nőknél is úgy néz ki, hogy egyre az új megbetegedések között már a dohányzás megelőzi az emlőrákot. Tehát az emlőrákot sikeresen lehet szűrni, a dohányzáson meg elég nehéz leszokni, és sajnos nagyon sok nő is erős dohányos, és ezért mindenképpen indokolt a minden fronton levő küzdelem, de én azt hiszem, hogy a legnagyobb gond az, hogy és az lenne a legfontosabb dolog, hogy ne szokjanak rá az emberek a dohányzásra. Említette, hogy még nem bírságoltak itt a járáson belül. Mire számítson az, akit esetleg önök tetten érnek, úgymond? Hát ha tetten érünk, akkor az úgynevezett helyszíni bírságra számíthat, ami bizony 50 000 forintig terjedhet, és mindenképpen olyan renitens emberekkel ki is fogjuk szabni, aki ezt meg is érdemli. Tehát volt már olyan bejelentés, hogy mit tudom én, hogy munkahelyen dohányzik valaki, ez mondjuk a munkáltató felelőssége igaz, de mi amikor kimentünk, akkor nem tapasztaltuk ezt. De ha tapasztalnánk, mert általában ilyenkor váratlanul is ki szoktunk menni az ilyen veszélyes helyekre, ha van egy ilyen panaszügyünk, akkor ha rajta ütnénk és tapasztalnánk és tetten érnénk, akkor minden további nélkül kiszabnánk a bírságot. Tavaly augusztus 20-án tiszti főorvosasszony Karcagért emlékérmet kapott a város közegészségügyi feladatainak lelkiismeretes koordinálásáért és kiváló szakmai munkájáért. Ezúton is, még nem volt alkalmunk, ezúton is szívből gratulálunk önnek ehhez a díjhoz. Nagyon köszönöm szépen, nagyon nagy megtiszteltetés volt a részemre, és igazi nagy meglepetés is, mert a ember mindig örül egy ilyen elismerésnek, még akkor is, hogyha nem elsősorban az elismerés vágya motiválja a munkáját, de hogyha észreveszik, hogy valamit talán sikerült tenni a város egészsége érdekében, az mindig nagy öröm, és igyekszek a jövőbe még inkább megfelelni eme szép elismerésnek. Még egyszer gratulálunk, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos tudnivalókat, további sikeres munkát kívánunk. Influenzamentes sikeres munkát. Nagyon köszönöm szépen, én is remélem, hogy véget ér, és még egyszer jó egészséget kívánok a Karcag TV nézőinek. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.